nem mindenki azért van itt, hogy első legyen a magyar bajnokságban, de mindenképpen te aztán tudod bizonyítani, hogy ez egy ikonikus helyszín. Tudni kell rólad, hogy talán az utolsó vagy, aki még a nagy kezdetekkor, a Pannónia építésekor és működésekor részt vettél benne. Úgyhogy, mint ős balonosnak, nyilvánvalóan ezekről kérdezünk tőled. A Gulyás Gézának a nagy fellángolása volt, meg ő Kaposváron kezdte az egészet. Kitalálni már csak úgy, hogy hű, látod élet és tudományban, hogy ott volt egy hőlékbalon szerűség Németország, vagy nem Angliában, és akkor ott kitalálták, hogy kellene csinálni egy mezőgazdasági fóliából egy kisebb ilyen kuporát, és azt valamilyen fölmelegíteni, és amikor azt fölmelegítették, és elemelkedett, akkor úgy a Gézába kicsattant, hogy akkor Magyarországon is kell ilyet csinálni. És akkor később a Géza az fölkerült Budaörsre, ugye a diszpécserekhez, és akkor úgy járt körbe mindenhova, tehát a műszaki osztályra, tehát a Gyurko is Pistit, aztán a Balikó Palit, meg minket ott körbeinterjúlt, hogy kinek van affinitása, hogy ebbe a ismeretlen dologba úgy belevágjunk. És akkor hát mindenki igazából nézett maga elé, hogy egyáltalán mire számíthatunk, és hát ennek ez lett az eredménye, hogy úgy minden kis kockákból lett összehozva ez a dolog, hogy kellene valamit, egy kuporát, de milyen anyag, akkor volt a nagy ötlet, hogy a Rauplast azt gyárt ki, azt az orkánszerű ciklonanyagot, és akkor oda többször le kellett menni, vagy megbeszélni, hogy milyen széles a tekercs, milyen impregnálást tudnak rárakni, és akkor úgy kezdődött el, hogy anyag az volt már, akkor kivarja meg. Most az első hőlékbalont azt igazából Balikó Pali tervezte, tehát az úgy készült, hogy egy gömb és alatt egy csonka kúpnak összeresztéséből lett ez kitalálva, amit hogyha vissza, vagy megnézzük itt a repülőtéren a versenybalonokat, tulajdonképpen megelőzte a korát, mert hogyha megnézzük egy versenybalont, az szinte tök olyan, mint egy versenybalon, de hát igazából akkor nem tudtuk azt, hogy milyen formát kéne kitalálni. És akkor így alakult ki ez a forma. És akkor hát elkészült az első kupola, azt a budaörsi Kárpitosnál, soknál volt, ami Marikának, vagy nem tudom már, hogy hívták azt a hölgyet, aki, tehát az alap Pannónia az ott készült. És utána jöttek a nagy mindenfajta kísérletek, hogy mit hogyan kellene változtatni, meg egyetlen mit lehet vele kezdeni. Hát a repülőtére rengeteg ilyen, egy ilyen kísérlet volt, hogy fölfújtuk, akkor mit bír emelni, akkor egyszerűen, amikor nagyon el akart emelkedni, akkor elszakadtak a kikötőkötelek, és akkor a kupola üresen elrepült, és a Budaörsön egy háztetőn ott landolt, és hát régi kollégáink közül páran, Baronya, Jóska, nem tudom kik, rohantak ki, és akkor a háztetőről szépen lefejtették ezt a kupolát, de igazán szerencsére nem sérült, tehát az volt a szerencse, és akkor már bizonyosodott, hogy egy pokoli nagy felhajtó ereje van egy ekkora kupolának, plusz a szél, hogy belekap egy ekkora felületbe, tehát oda kell figyelni, hogy hogyan van ez kezelve egyáltalán. Csak utána jöttek aztán a többi részek, hogy mivel kéne fűteni, tehát voltak mindenfajta ilyen hát disznópörkölő, tehát abból volt az első égőfej összerakva, és nem tudom, hogy hány, hogy 7 vagy 9 ilyen disznópörkölő csőből lett kialakítva az első égőfej. Meg a felfújáshoz volt egy hasonló szerkezet, amivel viszont úgy vittük, hogy fákja, és akkor valaki, tehát legtöbbször én mentem bele, úgyhogy volt a fákja, és akkor az a lógott egy kis 2 kilós gázpalack, az adta az őrlángot, és akkor egy hosszú gázcsőn pedig a háztartási palackról ment be a folyékony gáz, így fölfüggesztve valahova. És akkor úgy fújtuk fel az első ilyen balont, mert nem tudtuk azt, hogy mi a módja, hogy egyébként hogy kéne, mennyire kell kidagasztani, meg hogyan lehet majd belefújni. Meg ezek az első égéfejnek nagyon csúnya lángja volt, tehát francis. Tehát nem volt megfelelő koncentrált ilyen lángja, amivel úgy be lehetett volna találni ebbe a lúgba. Tehát azért volt érdekes, hogy a fákjázás igazából. És hát aztán jöttek olyan kísérletek, mert közben a hatóságot is bele kellett vonni, a Kastély Sándor nevezetű bácsikát, és akkor aztán jöttek a nagy, hát
gondolatok, hogy miket kell ilyen balonnál lepróbálni. Össze voltak állítva, például a kosárnál volt olyan, hogy össze volt állítva az első fémkosár, ami jelen pillanatban a Tatai úton van, a Közösségi Múzeumnak van egy tároló raktár, annak a leghátsó sarkában van, tehát azt már kinyomoztam, hogy ott megvan, de egyenlően nem hozzáférhető. Most ezzel voltak az első kísérletek, hogy ez egy repülőgépes szerkezetű fém váz volt, ilyen 5-5 alumíniumból volt összeállítva, és hát hogy ne puffanjon nagyot, az alján volt egy vastag, ilyen 20 centis bekárpítozott szivacs, hogy amikor lepuffan, akkor jó nagyot tud rúgózni. Most ezzel voltak a kísérletek, hogy ki volt találva, hogy darulva föl kellett emelni, akkor bele kellett rakni, nem tudom, aztán hány homokzsákot, tehát imitálni az embereket, meg a palaszkokat, és akkor le kellett ejteni, nem tudom, hogy 20 méter magas vagy nem tudom, szóval viszont a magasról, és akkor hogy deformálódik ez a kosárka. Most annyit még tudni kell, hogy ezeknél nem volt még égőfejláb. Tehát ez egy tulajdonképpen biztonsági övszerű hevederből volt a négy felfüggesztés csinál a karabinerekkel, tehát azzal volt összekötve a kosár, meg az égőfej keret, tehát hogyha így huppant a fölletéréskor ez a dolog, akkor az egész égőfej gyakorlatilag rá cuppant a bent lévőknek a fejére. Tehát azért volt kötelező a bukossak használata is, hogy megkímélik a bent lévőket. Meg hát az is, hát az úttörő korszakban volt, hogy nem volt megfelelő üzemanyagtartály, tehát ezt úgy lehetett megoldani, hogy a 11,5 kilós, vagy akkor még 11 kilós volt a gázpalack, az fejjel lefele voltak bekötve a kosárba, tehát föl volt függesztve, be volt hevederre körögzítve, és akkor le kellett ugolni, és akkor lent a földtől 10 centire kellett rácsatlakozni a tömlőkkel, tehát elég macerás volt, mert ott lent a mélyen, tehát eléggé nehézkes volt így rá csatlakoztatni ezeket az égőfej tömlőket, és akkor így volt folyékony fázisú gáz az égőfejbe vezetve. Persze aztán az égőfej, ez a 7 vagy 9 éves, az nem volt megfelelő teljesítmény, azt rájöttünk arra, és akkor utána voltak a nagy ötletek, hogy hogyan lehet ezt tovább tuningolni, és akkor készült el a legelső egyspirálos, ilyen csöves, tehát ki volt a cső héja, és akkor egy spirál volt benne kialakítva, és az hát először sima háztartás, ilyen gömbcsappal volt, vagy egy hosszú szárra volt kezelve, és akkor ez volt az első igazi égőfej, ami már viszonylag tudott akkora teljesen produkálni, hogy már úgy normálisra lettettük éppen a magasságot, akkor csak földön próbálgattuk, de kikötve, de viszont már érezhető volt a teljesítménye. És utána volt a továbbfejlesztés, hogy jött a háromcsöves égőfej, utána meg a négycsöves égőfej. Tehát ez rengeteg ilyen kísérlet, amit a Balikó Pali, meg volt a Jávor Pali nevű srác, a Balikó Palinak volt a beosztottja, és akkor az a Galvánból dolgozott, de mindig akkor hát onnan elkérte, és akkor segítette az égőfej kísérleteket. Hát nem tudom, ez volt a nagy úttörő korszak. De a Pannonia mennyit repült végül is? Hát kb. 30-40 órát repült. Az lényeges valahogy az utolsó repülést azt én repültem vele, tehát az nekem egy nagy emlék. És hát mert utána az igazság, mint film is mindig kérdezi, hogy miért csak ilyen keveset repült. Tehát rengeteg függeszkedés volt vele, tehát rengeteget kísérleteztünk vele, de utána a repülések az viszonylag kevesebb volt, mert utána elég hamar elkészültek az új generációs hőlégballonok, tehát a Malibennek legyártottunk egy 81-es lajsömjelőt, meg a 802-es a Alba Régi az a milyenkor, meg 803-as Kaposvár, és akkor már nyilvánvalóan mindenki mint egy új autó, meg más autók, mindenki már inkább azzal akart repülni, tehát egy kicsit úgy félre volt állítva már akkor a Pannonia, mert sokkal korszerűbb volt már ezek a későbbi generációs hőlégballonok. Tehát ennyi volt az összes repülés. Ez nagyon régen volt. Ez nagyon. És azért egy nagyon hosszú pályafutás áll mögött, tehát nem tudom, voltak kihagyások, vagy folyamatosan voltál klubban, hát akkor, a balon közelében? Akkor folyamatosan benne voltam, tehát... Az RS Klub? Már melyikre gondolsz? Hát a repülőgépes szolgálat hát klubja. Hát úgy volt, hogy igazából bonyolult volt, mert mi az MMRK-hoz tartoztunk, mert a MEM RS vagy RNA, akkor meg először, meg utána MEM RS, az a MMRK-t azt támogatta mindenfajta módon, üzemanyag, repülőgép, tehát vontatógép, meg
meg nem tudom még mi kell, és akkor ki lett találva, hogy sportilag mi az MMRK-hoz csapódjunk, és ott volt kialakítva a sportrész az egésznek, tehát ott mindig szerdán összegyűltünk, és akkor megbeszéltük a hétvégi repüléseket, azok az, ez már akkor már készen voltak ezek az újabb balonok, és akkor elkezdődött a Géza, az mindig forszírozta, hogy képezünk ki embereket, tehát ez volt, hogy akkor szerdán megbeszélés, akkor hétvégén repülés. És visszagondolok az, hogy most amit össze-vissza szenvedünk itt a időjárással, hogy nézzük mindenfajta modelleket, meg lufi tereztünk, meg minden, akkor kimentünk, és az volt akkor a legfontosabb, hogy megkapjuk a repülés engedélyt. Mert hát akkor úgy volt, hogy előző nap 9 óráig le kellett adni a repigényt, hogy milyen területen szeretnénk repülni, de valójában amikor kimentünk másnap repülni, akkor derült ki, hogy ténylegesen megkapjuk a repülés engedélyt. Mert volt olyan nem egyszer, hogy kimentünk, és akkor mondták, hát sajnos itt katonák repülnek, akkor vagy csak este lehet majd repülni, akkor egész napot a Renci tónál ott próbáltunk időt tölteni, hogy az esti időpontot kiváljuk. Tehát azért most sokkal könnyebb az egész repülés ilyen szempontból. De akkor viszont úgy kimentünk, meg volt a repülés engedély, úgy beleszagoltunk a levegőbe, és akkor úgy és úgy mindig valamerre repültünk, meg leszálltunk el. És akkor vége lett a repülőgépes szolgálatnak. Mi lett utána? Na hát utána volt a nagy, mert akkor volt a nagy hát gondolkodás mindenkiben, hogy az hogyan tovább, mert azért ott a Mémeresznél akkor utolsó pillanatban volt egy ilyen törés az egészben, mert az egész Mémeresz balonos csapat úgy két részre szakadt, tehát most én nem akarok nemeket emlegetni, de különböző okokból, és akkor mindenkiben az volt, hogy most kihez csapódjon az ember. Tehát valakinek ez volt a szimpatikus, valakinek az volt a szimpatikus, aztán utána voltak persze a gondok a Mémeresszel is, hogy felszámolás alatt volt, akkor egyáltalán még lehet-e ott ezt a tevékenységet csinálni, folytatni, akkor nekem is volt persze a gondolat, hogy fejemben, hogy most én kihez menjek, meg egyáltalán hogy folytassam a pályafutásomat, hogyha megszűnt teljesen a Mémeresznél a lehetőség. Meg engem egész sokáig ott tartott a akkori műszaki igazgatónk, hogy mert elektromos végzettsége miatt, hogy a süllyedő hajón elektromos embernek ott kell lenni, mert hogy a kilágapcsolja majd a villany, tehát nem akartak igazából elengedni. És utána jött a korszakom nekem is legalábbis, hogy akkor tényleg volt egy kis kihagyásom, mert úgy rendezni kellett a saját dolgaimat, tehát hogy mit kezdjek magammal már, mint munkával, meg balomba is volt egy kis kihagyásaim, és utána szerencsére aztán újra visszacsapottam a balonos berkekbe különböző helyeken, tehát ahol lehetett repülni, ott repültem, és utána, hogy már kialakult újra, hogy akkor elkezdtük, hogy komolyabban végezni ezt a tevékenységet, akkor sikerült a fiamat is, meg a barátját kiképezni, tehát akkor így mondjuk egy ilyen elhanyagolt dolog, az a végig is megoldódott, mert sokkoláig az volt, hogy na most ez úgy lesz majd balonpilóta. Tehát ez is egy sikertörténet végül is, most már 100 óra körül tart a repülésnek, tehát most meg is sok időt összegyűjtött. Hogy érzed, hogy most már te eljutottál arra a szintre, amikor egy ilyen jutalomjáték van a magad részére? Tehát, hogy vannak még esetleg más kitűzött céljaid, vagy ameddig tudsz repülsz, és hát átadod a fiataloknak? Nyilván persze, hát ez van benne nyilvánvalóan, hogy ameddig lehet orvost megkapom, meg hát a kedv az megvan, mert hát az, aki balonnal repült, az mindenki tudja, hogy ha meghallod a hangját, vagy közelébe kerülsz, akkor az embernek mindig föl pezseg a vére, hogy na akkor csináljuk, gyerünk csinálni, tehát hogyha lehetőség van rá, nyilván az ember utolsó pillanatig szeretné ezt folytatni. Tehát, ez nehéz dolog, de ez minden repülésben ez így van szerintem, aki akármilyen repülőeszközzel repülget, az annak fontos az, hogy benne. Jó, hát mi is nagyon megbecsülünk téged, hogy tagja vagy még a Pannonia Alapítvány kuratóriumának, és ugye igyekszünk mindent kiszedni belőled, amit lehet. Mert fogyatkozunk, de hál' Istennek te még megvagy nekünk,
és hát reméljük, hogy még lesznek közös élményeink. Köszönjük szépen az interjút.